Üdvözlöm Önöket! Ebben a kis videóban szeretnék pár szót mondani ezekről a csodaszerekről, varázsszerekről, vagy bárminek nevezzük mi. El szeretném mondani az én tapasztalatomat, hogy hogy jártam én, és sokat gondolkoztam, hogy hol mi volt a hiba. Mindegy. Én ezt az abomint használtam, kétszer fújtam le eddig vele, ami úgy látom, hogy kicsit segített. De mikor mi megvárjuk, hogy ilyen állapotban legyen, akkor már senki nem segít, és semmi. Tessék, lisztharmat. Direkt azért hagytam itt, hogy szépen bemutassam. Ez sokkal rosszabb volt, pár bogyót meg tudok menteni, de nem mindet. Ez is sokkal rosszabb volt, és tessék megnézni, hogy eléggé takarított le belőle, mert ennek a kőpornak az a funkciója, látják, jó ráragad és taszítja a vizet. Tessék! Ez teljesen be volt borítva, és nézzék meg, kezd helyre jönni. Igaz, hogy itten 70%-a a termésnek annyi, de én hibáztam. Vagyis nem voltam itt, mikor kellett volna permetezni. Mikor már megvan a baj, akármilyen varázsszerhez nyúlunk, ami szerintem nem létezik, varázsszerek nincsenek, már nem tudunk segíteni. Már semmit nem tudunk rajta segíteni. De mint tudják, ez is fajtától függ. Tessék, ott van a nizina. Nézzék meg, mennyi van ezen. Ott is, így itt. Végestelen végig. És semmi baja. Tessék, mennyi van rajta. Így. Itt van. Nézzék a másik, azon is. Nagyon szép. De beteg. Tehát. Ez. Kezdjük ott. Hazajöttem a tegnap este. 11 órakor. Kb. Megnéztem, hány fok volt. Tudják, hány fok volt? Hány fokot mutatott a hőmérő este 11-kor? 30 fokot. 29,5, 30 fokot. Tehát azt mondják, hogy permetezzünk este, ugye? Innen lejött nekem, hogyha. Mert van, két fajta szerek vannak, ugye? Ezek a kontaktok, és van a felszívódó, ami belemegy a szőlőnek a keringésébe. Felszívja teljesen a növény. De én utána néztem, és láttam, hogy a felszívódó szerek. Mert nagyon érdekel, hogy miért nem használnak még a felszívódó szerek se. Nem, hogy ezek a kontaktszerek, de a felszívók. Azért, mert oda volt írva, hogy 12-től 25 fokig lehet használni. Én, hogyha este 11-kor volt 30 fok, 29 és fél,
akkor este 8-kor, mikor általában mindenki fúj a 9-kor, még van 33. Akkor honnan várjuk, hogy hasson? Önök szerint. Amik megfogjuk, és 33 fokon, vagy 30 fokon lefújjuk. Szerintem a fele már azelőtt elpárolog, mielőtt ráérne a fürtre vagy a levélre, hát az a levél milyen forró. És a másik fele olyan hamar elpárolog abban a nagy melegbe, hogy nincs ideje beszívni. Szerintem itt is van valami. Önök szerint nem. Most józan paraszt ész. Gondolkodjunk. A régi kis öregek csak bordói léve, kékkővel úgy mondták nálunk. Csak avval fújták. De én emlékeztem, hogy nem este. Reggel korán mentünk. Bekevertük egy nagy ilyen 200 literes kádba, mentünk, lefújtuk. Nem nagyon volt annak soha semmi baja. Akkor én azt mondom, nehogy utánam csinálják engemet, ne szidjanak a véletlenül, nem sikerül, vagy mit tudom én mi. Én azt mondom, máma nem tudtam lefújni, pedig le akartam, de esett egy kis eső. Ilyenkor nem tudom, először meg kell száradjon, látszik milyen vizesek. Először meg kell száradjon, és azután holnap reggel szépen le fogom fújni. Reggel 5 órakor, vagy fél 5-kor felkelek, mi este egy picit látok, már akarok ide tenni 2 nap elemes reflektort is, és le fogom fújni. Akkor van egy pici pára is rajta, szerintem. Nem fog a fele már elpárologni, és nem fog leszáradni azon a forró levelen, hogy ne bírja beszívni. Egy pici párára ráfújom, és az lassan-lassan még kibújik a nap. Szerintem lehet, hogy jobb lesz. Nem biztos, de ki kell próbáljam. Érték? Azért nem hat még a felszívódó se, mert olyan forróságban, szerintem azon a forró levelen több, mint a fele elpárolog, már nincs mit beszívjon. Ennyi. Most már hiába fújjuk topázzal is, vagy bármilyen erős valamivel. Én szerintem már nem érdemes mérgezni az ember, csak azért, hogy szép maradjon. Ezt én mindjárt megfogom szépen, és ide hoztam a talicskát is, és levágom. De így jártam. A másik. Ezek a kontaktszerek. Nem a gyártó szerintem mindig a hibás, hanem mi? Én. Én nem másról beszélek, hanem magamról. Én. Ezek, ahogy mondtam az elején is, nem csodaszerek. Ezek csak segítenek. De azt szerintem tudni kell, hogy ezzel minden héten le kell, nem egyszer lefújom, a szevasz. Várom a csodát. Ha nem megy este, lehet esetleg megpróbáljuk reggel. Jó korán. Nem mondtam, hogy délbe leégessenek minden. De én meg fogom próbálni, és mindre fogok fújni. Megkérdeztem az abomint. Mondja már meg. Felhívtam a doktor Farmert. Mondom, legyen szíves, mondja már meg, hogy mennyit használjunk ebből, mert azt mondta, figyelj, nekünk több száz hektár aránk van meg. Minden. Azt mondta, tegyél belőle 100 grammot 10 liter vízben.
De azt mondja, hogy ez már mikor baj van, nem tud segíteni, hamarabb kell. Hát így van, mert hiába van. És nézzék meg, ennek az a funkciója, hogy víztaszító. Olyan, mint a cement. Majd már gondoltam is, hogy vajon cementen nem jó van hülyeség lefújni. Nézzék meg, pont olyan, mint a cement. Ez jó rátapad a levélre, nem engedi be a gombákat, a kórokozókat, és víztaszító hatása van. Tessék! Ne haragudjanak! Oda köptem, nézzék, olyan kis golyó lett belőle. Tehát, a lényeg. De ez is, miest jön egy eső? Már megint kell fújni vele. Mert lemossa, ez kontakt. 5-6 naponta. Más szerek is vannak, szidjátok, hogy nem jó, meg minden. Oda kell figyelni, vagy legalább valaki próbálná ki, és azután beszéljen róla. Most nem tudom a termék nevét mondani, mert nem adtak rá engedélyt. De azt mondjátok, nem jó, vagy átverés. Kipróbálta? Kipróbálta este? Kipróbálta reggel? Egyik mondja, működik, a másik mondja, nem működik. Aki azt mondja, nem működik, vagy irigy, vagy ki se próbálta. Érti? Jó. Akkor megpróbálom ezt a... Tehát ezt a zabomin, ez úgy látom, hogy már jó. Emellett én átszállom kőőrlemény. Már a múltkor beszéltem róla. Grazie alla sua struttura, un grado di aiutare la pianta contro gli sbalzi termici. Tehát még akkor is segít, hogyha egyből túl meleg van, túl hideg. Dato che la ricopre con una patina molto persistente e adesiva. Tehát, hogy befedi egy kemény réteggel, ami nagyon rezisztens és ragad rá. Mondom én, hogy olyan, mint a cement. Nem mondtam. Tessék. Még a színe is. Jó. Ezzel fogom. Aztán érkezett nekem egy ilyen szódium hidrogénkarbonát. Hidrogén és bikarbon. Szerintem ez sima szóda bika, de mindegy. Ráírják a funkcióne fungicida, tehát gombaölő funkció. Akkor lássuk, mi van báze attiva, hogy mire jó még esetleg. Tehát ez jó muffe, az a penész, akkor van az oidium, az a lisztharmat, ezt csinálta. És van még a tikiolatúrára is jó, ami az a alma varrasodás, vagy nem tudom, hogy hívják, na rendesen, ne haragudjanak, de olyasmi varrasodás, mikor az alma úgy meg összehúzza magát, össze ilyen fekete, sárga, varrasodás, mindegy. Arra is jó. Tehát itt van penész. Lehet, hogy a szürke penészre is van. És itt van az oidium, a lisztharmat. Itt kuratíva, tehát, hogy megelőző. Úgy írja, hogy 20 gram per 10 liter víz. De ez mikor semmi baja nincs. Akkor is kény vele fújni, mikor semmi baja nincs. Nem, mert ilyenkor hiába fúj. De itt van szépen. Na, ezt szeretem, hogy írja. Dose per un litro di acqua. Tehát egy liter vízhez 4-től 20 gramig, ugye? Akkor úgy vegyük, hogy 10 liter vízhez, hogyha maximumot adjuk, akkor az 200 gram. Na, ez jó. Ezt szeretem, hogy odaírták. És 200 grammal hat szóljon, hát kb. Annyi mondja, sima szóda bikarbonát. Reggel ezt le fogom szépen fújni,
És hogyha a jövő héten is, ha járok haza, ha látom, miért esik egy kis eső, megint lefújom. Eztet lehet. Itten 10 naponta írja, úgy láttam, de ezt lehet szerintem hetente egyszer le lehet vele fújni, hogy már ilyenkor sima kis szódabikarbóna. Tehát ezeket szerettem volna elmondani, hogy abban a nagy forróságban szerintem csak játszadozunk, tapogatózunk, azért nem hatnak ezek a se a felszívódó, az szintetikus, se a szisztém. Ezek a kontakt szerek, mert varázsszerek nem léteznek. Mindig arra kell figyelni, hogy ne betegedjen meg, és akkor nincsen, amikor már megbeteged, akkor sajnos nincsen, mit csináljunk vele. Akkor már késő. Hogyha nem vigyázunk, akkor sajnos így járunk, és nem tudunk más tenni, csak fogjuk égni. Nagyon sajnálom, de nincs mit csinálni. Így. Tessék megnézni, hogy kirepeszti a bogyó. Nagyon sajnálom, de ez van. Drága kis termés, pedig nagyon finom. Tessék. Próbáljuk meg szépen mindet egybegyűjteni. Itt pár levél van, de nem nagyon sok. Esetleg ami magától lehullik, ha fújja a szél, vagy van. De én megpróbálom mindig összeszedni, és elvinni innen messze. Égni. Menjünk tovább. Eztet én itten szépen le fogom szedni, és még hál' Istennek a veszőnek semmi baja nincs. Szépen le kell szedni a hónajhajtásokat, letakarítni, és megvédeni legalább a veszőnek ne nagyon legyen baja. Jó van, ennyit szerettem volna elmondani, ha érdekli önöket, érdeklik ezek a kis videók, iratkozzanak fel a csatornámra, ott van a csoport is, a csemegeszőlősuli, és szépen meglátjuk, be fogok számolni, hogy én hogy látom, hatott, nem hatott, és meglátjuk. Jó van. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte a kis videót, és én azt mondom, józan paraszt ész. Viszlát!